Csütörtök délelőtt a budapesti nyugati pályaudvaron került sor klubunk legendája Albert Flórián tiszteletére készített vasúti kocsi ünnepélyes felavatására. A szerelvény értékes tárgyakkal, relikviákkal, valamint utasokkal a fedélzetén ezután Veresegyháza felé vette az irányt. Az eseményen részt vett Orosz Pál vezérigazgató, valamint az Albert Alapítványt képviselő Albert Magdolna, a császár lánya is. Itt lesz az a bizonyos szakasz, amiről a filmben is elhangzik, ugye? Hogy amikor lekéstem a vonatot, akkor futottam a sinek mellett, és az első út, ma pont ott azokon a sineken fogunk menni a vonattal, ahol apa is ballagott, hogyha lekéste a busz, tehát igazából így megyünk ott, csak nyilván nem ott fogunk leszállni, hanem Veresegyháza lesz a végcél, és ott lesznek a különböző programok, de az úti célt azt emiatt választották, tehát célirányosban. Én úgy gondolom, hogy egész Magyarországnak egy jó hírvívő lesz, hiszen Flóri bácsit nem csak Magyarországon, hanem külföldön is ismerik, és ő letette a névjegyét, és szerintem az ország image szempontjából is nagyon fontos az, hogy egy Albert vonat fog közlekedni. Több száz gyerek játszik nálunk, hogyha csak a futballról beszélek. Ezek a gyerekek egy közösségben vannak, és ezek a közösségnek van egy szellemisége, amit Flóri bácsinak köszönhetünk, és hogyha a srácokból nem is lesz profi labdarúgó, akkor is egy olyan közösségbe tudnak felnőni, ami nagyon fontos az ő számukra, hogy jó emberek legyenek a társadalomban. És ezt az eszmeiséget fogja vinni ez a vonat. Az Albert Express következő útja már a szurkolók számára is elérhető lesz. A MÁV Nosztalgia Kft. És az Albert Alapítvány július 26-án a délvidéki Szabadkára indít vonatot.